Én azt gondolom, hogy a változás az türelmes következetes munkahozadéka, mert valójában itt a kérdés az, hogy az illető, aki menekül egy adott konfliktus elől, vagy menekül önmaga elől, vagy önmaga olyan hiányosságai elől, amelyet még nem ismer megfogalmazni, hogy ő ezzel elkezde konfrontálódni. És, és erre szeretnék rákapcsolni, hogy engedesz, hogy itt most Imre. Köszönöm szépen. Szóval nekem az a tapasztalatom ezen a téren, hogy nagyon sokan pont azért lesznek, akár munkafüggőek, vagy azért maradnak benne a problémákban, mert hogy olyan erős ez a belső kritikus énjük, annyira komolyan bántják magukat belülről, hogy emiatt nincs elég erejük ahhoz, hogy változtassanak, hanem az egyetlen eszköz, ami van nekik, az, hogy a munkában sikeres tudok lenni többek között, vagy éppen mondjuk a szerekhez nyúlok, vagy bármi máshoz. Én ezzel nem értek egyet, mert van eszközük, csak mivel gyávák, éppen ezért elkezdenek racionalizálni, és agyból megtalálják a kifogásokat. És éppen ezért fontos segítőként rájönni arra, hogy mikor kezdi elő a kommunikációjában beletolni a játszmákat, a kifogásokat, és amikor azt hiszed, hogy te vagy a főnök, már rég nem te vagy a főnök, mert irányítottá váltál, csak nem vetted észre. Mert elhitted azokat a racionális dolgokat, amik Állítólag mindenki elhisz. Szerintem te zseniálisan tudsz tükröt tartani és konfrontálni a, a pácienseket és klienseket, meg egyébként előadásokon keresztül is a nézőket, akik téged hallgatnak. Azt tenném ezek mellé, hogy amikor nekem van egy ügyfelem, én azt tapasztalom, hogy ez a fajta elfogadó hozzáállás, hogy itt nem ítélkeznek felette, az sokszor tud adni egy akkora fajta belső nyugalmat és lendületet és erőforrást, akár az, hogy közösen az ő belső kritikus részét egy picit csökkentjük és félretesszük, hogy neki már lesz ereje ahhoz, hogy kisebb lépéseket tudjon tenni és megerősödhet tudjon változtatni. Ez, ez, hát ez, ez, ez. kulcsfontosság, hogy a változás az fokozatosan történik meg. Tehát, mint ahogy legtöbbször, hogyha megfigyeled azt, hogyha valaki elégedetlen vagy boldogtalan egy adott konfliktussal szemben, ami őt nagyon feszíti. És annyira feszíti, hogy a legvégén azzal a konfliktus menedzselésével kezdi, ami őt legjobban feszíti. Tehát, mint például csak párkapcsolatot nézők, valaki az egyik nyelhallgat és tűr nagyon sokáig, és akkor egyszer kiborul a bili. Kimond valamit, indulatból, amit már 10 perc múlva megbán. És úgy tesz, mint hogyha nem mondta volna ki. Tehát ezért fontos az, hogy a rehabilitációnak az alapelve az, hogy a talpra álló embert mindig annyival terhelt meg, amennyit ő ah, úgy tud megoldani, enném. hogy abból neki sikerélménye legyen. Erre ugye hadd kérdezzek vissza, csak az áron akart még mondani. Bocsáss meg, csak ez nagyon fontos, hogy ugye te most elmondtad Imrének ugye ezt a tükörállítás történetét, amiben Imre ugye ez felépített ezt a brandet. Hát hadd dobjak le egy bombát így az utolsó pár percben azért. Én Én is uh, nem is csak is hanem az egy utolsó pár percben.